Today with Joseph Prince. Múlt héten láttuk, hogy mi a világosságban vagyunk. És válaszoltunk arra a kérdésre, hogy lehetséges-e egy Krisztusban testvér számára, hogy a sötétségben van. Azt mondtuk, hogy a testvér János írásaiban zsidó testvért jelent. Mert Péter, Jakab és János elsősorban zsidóknak írtak, és ezt bebizonyítottam. Ma két kérdésre szeretnék válaszolni azoknak, akik ezt mondják, én nem a megigazulásra használom a törvényt, csak mint az élet szabályát a megszentelődésre. Mi ezzel a baj? A másik kérdés, amikor Pál azt mondja, hogy ne menj vissza a törvényhez, akkor a szertartási törvényekre utal? Hallottátok már ezt? Nézzük meg ezt a részt, ahol Pál a szellem által ír nekünk. Szeretném, hogy egy kicsit lassan haladjunk, mert megnézzük az érvelését. Azt mondják, nem arról beszélünk, hogy a törvény a megigazulásért van, hanem a szentségért, mint az élet szabálya. Ez elfogadható? Ez Isten akarata? A kérdés az, hogy a törvény nélkül tudunk-e szentek lenni. Páran tudjátok, hogy már válaszoltam ezekre gyorsan a múltban, de menjünk a Róma 7-be. Sokan tisztában vagytok ezzel a résszel, de most más szempontból közelítjük meg. Olvassuk először az első verset. Itt Pál a szellem által ezt mondja, avagy nem tudjátok-e atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Igaz? Amíg élsz, a törvény uralkodik rajtad. Mondjuk, hogy meghalsz, és rájönnek, hogy 2 éve elkövettél egy bűncselekményt. Akkor exhumálnak, és rács mögé tesznek? Nem. Ha egyszer meghaltál, nem vagy többé a törvény alatt. Mindenki mondja, ámen. Csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony még él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében házasságtörőnek mondatik, ha más férfihoz megy feleségül, ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfihoz megy feleségül. Értsétek meg, hogy a zsidó emberek, Isten emberei, a rabbiaik máig azt mondják, hogy Isten szövetséget kötött velük a Sínai hegyen, és ekkor Isten feleségül vette Izraelt. Így Izrael mindig úgy érezte, hogy hívő kereszténynek lenni olyan, mintha elutasítaná a családját, nem csak a közvetlen családot, hanem a zsidóságot. Tehát Pál megmutatja nekik a jogszerűségét annak, amit Jézus tett. Őket annyira kötelezi Mózes, akit a zsidó levél szolgának nevez, de Mózes adta a törvényt. De a János 1.17 szerint a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött, ő a fiú. A zsidó levél szerint a fiú marad örökké a házban. A szolga nem. Egyértelműen mondja, hogy a törvény nem marad örökké. Tehát, ha a nő férje meghal, akkor a nő felszabadul a törvénytől. Van egy nagy gond Isten elvárásaival, Isten igazságos követelményeivel az ember felé. Hányan tudjátok, hogy Isten törvénye nem tud meghalni? Isten követelményei és szent elvárásai nem tudnak meghalni. Értitek ezt? Tudjátok, hogy a törvény nem tud meghalni? Tehát itt két férj van, törvény úr és kegyelem úr. Ha a törvény nem tud meghalni, a nő ehhez a tökéletes férjhez van kötve. Semmi baj vele, tökéletes. Ha a nő a fokrémet rosszul nyomja ki, már is károsztatva van. Ha valami rosszat csinál, el van ítélve. A törvény csak károsztatni tud. Nem mondhatod, hogy van egy új változatom a törvényről. Nincs olyan, hogy a törvény új változata. Nincs nyugodtabb törvény. Nincs olyan, hogy részleges törvény. A törvény egy összetett egész.
Tehát a törvény, a férj nem tud meghalni, de a nő meg tud halni. Következő vers a hívőknek ír, azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek. Meghaltatok a törvénynek. Ti, a nő, akik kényszerhelyzetben voltatok, most meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Tehát az egyik ok, amiért Jézus a keresztre ment, hogy kivigye az embereket a törvényből a kegyelembe. A szolgaságból, a fiúságba, amiben így kiáltunk, Abba, Abba. Ez a fiú szelleme. Tehát ma engedelmeskedünk Istennek? Igen, de a szellem más. Ha a törvényt használva prédikálsz, a szolgai engedelmességet eredményez, és nem fiúi engedelmességet. Hadd szemléltessem. Például egy fiú benne van egy családi vállalkozásban, egy egész Ázsiában lévő nagy étteremláncban. Az apja egy gazdag ember, és ő az egyetlen örökös. Ő 17 éves, és az apa elég idős. Tehát az apa azt mondja, fiam, kérlek, menj el az iskolai szünetben az étterembe dolgozni. És ő egy jó fiú, engedelmes a szüleinek. Elmegy oda, de az engedelmessége az apjának nem ugyanaz, mint az alkalmazott, aki a főnöküknek. Más a szellem. Azt mondod, Prince Pastor, nem hiszel az engedelmességben? De hiszek. De attól függ, hogy a törvény alatt vagy-e, mert akkor ez szolgai és nem szeretetből való engedelmesség lesz. Még ha a pulpitusról azt is mondják, hogy szeretetből kell Istennek engedelmeskedned, az emberek nem lesznek szerelmesek Istenbe, mert a törvényt adod nekik. Akkor miért adta Isten nekik a 10 parancsolatot? Mert ismerte az embert. Az ember sosem látta volna egy megváltó szükségességét. Az ember azt hiszi, hogy még mindig jó. Akik a törvényt használják a szentségre, nem akarják elfogadni, hogy mennyire rosszak, így a törvény által akarnak valami jót találni magukban. Ez még mindig önközpontúság. Ehelyett Krisztusban kéne minden jóságot keresni, aki feltámadt a halálból. Isten megváltónkul és urunkul adta Krisztust. Amen. Menjünk tovább. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Eszembe jut Ruth története. Érdemes elolvasnod Ruth történetét, csak 4 fejezet, az egyik legrövidebb könyv. 4 fejezet. Gyönyörű történet Jézusról és az egyházról. Jézus Boáz ábrázolja, aki Betlehem gazdag embere. Ruth a mi képünk, az egyházi, egy nem zsidó. Ő egy moabita, és az 5 Mózes szerint nem mehet Isten gyülekezetébe a 10. generációig. Tehát a törvény kizárja őt, de a kegyelem behozza. Így, ha kinyitod Máté könyvét, láthatod, hogy ez nemzette ezt, ez meg ezt, és végül Jézus Krisztus. Jézus vonalán ő az egyik a 4 nő közül. Csak 4 nő szerepel itt, és ő az egyik. A kegyelem miatt van ott. A 4. vers. Ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy más házastársai legyetek azé, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Vedd észre, hogy meghaltál a törvénynek. Amikor ezt látják néhányan, ezt mondják. Igen, egyetértek, meghaltunk a törvénynek. Meghaltunk a törvénynek a megigazulásra nézve. De ez itt nem a megigazulásról vagy károsztatásról beszél. Itt nem a megigazulás kontra kárhoztatás a kérdés, mint a Róma első fejezeteiben. Itt a kérdés az Istennek való gyümölcstermés. Ez arról szól, hogy hogyan teremsz gyümölcsöt. A törvény alatt termed? Nem, hanem amikor meghaltál a törvénynek. Nem csak próbálsz meghalni neki, hanem már halott vagy. Ahogy Jézus meghalt, úgy te is meghaltál a törvénynek. És ez mit jelent? Új férjed van. Ez a férj az, aki feltámadt a halálból. Azzal házasodtál össze, aki feltámadt.
Milyen céllal? Miről szól ez? Hogy gyümölcsöt teremj Istennek. Ne engedd, hogy bárki kicsavarja ezt a verset, mintha a megigazulás kontra károsztatás lenne a téma. Itt a gyümölcstermés a kérdés. Itt nem a törvény használatát vitatja meg, senki nem mondhatja, meghaltál a törvénynek, de a megigazulásra nézve. Nem, a gyümölcstermésről beszél. Amikor meghaltál a törvénynek és Jézushoz mentél, akkor gyümölcsöt hoztál. És akik házasok vagytok, értitek? Akik nem, talán nem értitek, de hagyd mondjam el, hogy amikor házas vagy, nagyon természetesen gyümölcsöt teremsz, pelenkában rohangálnak körbe. Ez nem túl nehéz. Ha belegondolsz Isten bölcsességébe, ez egy példázat. A legnagyobb eredmény, amit produkálhatsz, az nem a Facebook, nem egy új Instagram, vagy a víz átalakításának egy új módja. Mindez csodás, segít az emberiségnek, de a legnagyobb dolog, amit az emberi élet előállíthat, az az emberi élet. Az emberi életet senki nem tudja leutánozni. És hogyan jön létre az emberi élet? A gyönyör legmagasabb pontján. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ugyanígy minden emberi életnél kisebb dologban, amit el akarsz érni, a munkádban, a szolgálatodban, emlékezz erre az alapelvre, élvezd azt, hogy a férjed Jézus. Amikor ennek örvendezel, és gyönyörűséged van az Úrban, imádva, szeretve őt, mindig rágondolva, akkor a gyümölcs természet fölött ilyen természetes. Ha a siker után futsz, a saját erődet kell használod, de ha csak szereted az Urat, az idő megy, és még sok dolgot kell elmondanom. Még el sem értem a szertartási törvényekhez, de ez lehet egy sorozat, mert ez a helyes hit ereje. Higgy helyesen, és a helyes dolgot kapod. Emlékeztek, amikor Ábrahám közel 100 éves volt? És a felesége, aki 10 évvel fiatalabb volt, 90 éves. A Biblia elmondja, hogy az Úr ellátogatott Ábrahámhoz két angyallal. Tehát Ábrahám látta jönni az Urat, és vendégül látta. Azt mondta, üljetek le itt a fa alatt, pihenjetek, és mossátok meg a lábaitokat. Csodálatos. A fa a kereszt, az ige vize, nyugalom. És az Úr mondott valamit. Sára a sátorban volt, ahogy akkoriban szokás volt a nőknek, és a háttérből szolgált, de a sátorban hallgatózott. Tehát hallgatózott, és az Úr azt mondta Ábrahámnak. Jövő ilyenkor fiad lesz. És tudjátok, hogy Sára mit csinált? Nevetett. Nevetett. Az Úr kín volt, de ő nevetett. A Biblia azt mondja, magában nevetett. Ezt mondta, gyönyörűségem lenne, és az Uram is öreg. Gyönyörűségem lenne, és az Uram is öreg. És az Úr azt mondta odakint, Sárát hallottam nevetni? Sára azt mondta odabent, nem. Hányan tudjátok, hogy ez az egész rejtetten benne zajlott? Nem mondta ki hangosan, de az Úr ismeri a gondolatainkat. Az Úr azt mondta, nem, hanem nevettél. Érdekes, hogy magában mondta. Gyönyörűségem lesz, az én Uram. Urának nevezte magában, és nem csak mások előtt, hanem a szívében. Ábrahámot Urának nevezte. Az 1 Péter 3 mondja, hogy a nők, akiknek a fiatalsága megújul, azonnal mondom a kijelentést, a nők, akik tisztelték a férjüket. És a tisztelet nem csak beszéd. Egyszer azt mondtam Wendynek, gyerünk, mondd, hogy Uram. Erre Uram, Uram, most boldog vagy? Nem erről beszélek, értitek? Csak hallani akartam egyszer. Értitek? Tehát azt mondta a sátorban. Örömöm lesz. Vegyétek észre, mit mondott. Az Úr azt mondta, gyermeked lesz. Gyermeked lesz, fiad lesz. Erre Sára, örömöm lesz. Az Uram öreg. Örömöm lesz. Nem azt mondta, fogadni fogok. Vajudni fogok. Szülni fogok. Állapotos leszek.
Nem ezt mondta. Azt mondta, örömöm lesz. Mit akarok ezzel mondani? Ki ma a te Urad? Jézus Krisztus. Legyen örömöd, legyen egy csodás időd az Úrral. Élvezd a szeretetét, és ne aggódj a gyümölcs miatt. Ne aggódj a gyerek miatt. Legyen örömöd abban, hogy megismered őt. Legyen örömöd abban, hogy megismered őt, hogy megismered a címeit, legyen örömöd az alkalmakban, amik az ő szeretetéről szólnak. Legyen örömöd abban, hogy ismered Jézust. Ennek az eredménye lesz a gyerek, erőlködés nélkül. Így könnyen fog jönni. Amen. Ezzel zárjuk az idő miatt, az 5. vers azt mondja. Mert amikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Amikor miben voltunk? A testben. A törvény által kiváltott bűnös szenvedélyek. Ha a törvénynek élsz, azt mondja, testben, szellemben. Akik meghaltak és feltámadtak, a szellemben vannak. Akik pedig még élnek, testben vannak, ezek fölött a törvény uralkodik. És elmondja, hogy mit eredményez a törvény. Bűnös indulatokat. Ezek mit eredményeznek? Gyümölcsöt hoznak a halálnak. Vedd észre a különbséget. Gyümölcsöt teremjünk Istennek, gyümölcsöt teremnek a halálnak. Csak akkor hozol gyümölcsöt, amikor meghaltál a törvénynek, és hozzámentél Jézushoz. De a törvény alatt a bűnös indulatok felkelnek, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Egyértelműen nem a megigazolásról és a károsztatásról szól, hanem a gyümölcs termésről. Gyorsan a következő verset, befejezésről a 6. vers. Most pedig megszabadultunk a törvénytől. Most micsoda? Jelen időben. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk egyszer is mindenkorra, arra nézve, amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a szellemnek újságában, és nem a betű újságában. De Prince Pastor, én azt gondoltam, hogy a ceremoniális törvényeknek haltunk meg, állatok megölésének, kézmosásoknak, bemerítő medencéknek. Ó, igen? Ne feledd, mindent összefüggéseiben kell magyarázni. Nézzük a szövegkörnyezetet. Mit mondunk tehát? A törvény bűn, távol legyen, sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Ez milyen törvény? Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Ez szertartási törvény? Nem, egyértelműen a 10 parancsolatról beszél. Látjátok, ez nem észszerű. Csak amikor meghalsz a törvénynek, akkor tudsz igazi szentséget produkálni. Figyeltek? Róma 8.3. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt. A törvény gyenge volt a test miatt. Az ember nem tudja megtartani. Az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért károsztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazságos követelménye beteljesüljön bennünk, akik nem a test szerint járunk, hanem szellem szerint. Figyeljetek! Minél jobban szereted Jézust, minél inkább ráösszpontosítasz, annál inkább a szellemben fogsz járni. És amikor a szellemben jársz, mi a törvények igazságos követelménye? A szeretet. Isten szeretete és az embertársaid szeretete. Amikor szellemben járunk, akkor a törvény igazságos követelménye beteljesedik bennünk. Azért a bennünk szóra összpontosítok, mert sokan arra használják ezt a verset, hogy azt mondják, látod, még mindig meg kell tartanunk a törvény igazságos követelményeit. De ez nem azt mondja, hogy a törvény igaz követelménye beteljesedik általunk, hanem beteljesedik bennünk. Ki teljesíti be? Jézus a szellem által. Megismétlem, a bennünk az nem általunk. És ha teológusként nézed ezt a műsort, kihívlak, hogy nézd meg a görögben. A görögben a beteljesedik szó passzív és nem aktív alakban van. Tudjátok, hogy mi a különbség? A passzív mit jelent? Azt, hogy velem történik. És mi az aktív alak? Azt te teszed. Ez itt passzív alakban szerepel, tehát a törvény igazságos követelményei beteljesednek bennem, és nem általam. Nem én teszem, hanem beteljesedik bennem. Ne idézd hibásan ezt a verset.
Menjünk vissza a Római 7-hez. Befejezésül a 8. vers. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által. A bűn egyenesen bűn termel? Nem. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Már mondtam, hogy ha nincs senki ebben a helyiségben, csak én, ránéznék az ajtókra, és az egyiken az állna, hogy privát, ne nézz mögé, nagyon bizalmas. Mindez a jel ott lenne, és a többi ajtón nem lenne jel, akkor melyik vonzana? Ha senki nem lenne itt. Tehát jel nélkül a bűn halott volt, de a jel miatt felindult. Ez nem a jel hibája, a hiba már bennem volt. A hajlam bennünk van, ez csak felébreszti azt. A bűn ereje a törvény. Az időm lejárt. Eddig mind megértettétek? Ámen. Dicsőség az Úrnak. Örülsz, hogy Jézus szeret? Amikor holnap fölkelsz, a tudatodban ez legyen először, meghaltam és föltámadtam. Ez a válasz minden problémára. Ez azt jelenti, hogy szabad vagy a bűnre? Nem. A válasz megint ez, akik meghaltunk a bűnnek, hogy élnénk még abban? Tehát egy igazi hívő sosem tud bűnben élni, mert meghaltunk és feltámadtunk. Hol van a bűn? Mögöttünk. Nem előttünk van. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk vétkezni? Tudunk, de megtartjuk a hit álláspontját. Ekkor a bűn mögötted van, a betegség mögötted van, az átok mögötted van, és a károsztatás is mögötted van. Halleluja! Thank you for tuning in to our broadcast. You have watched highlights of a sermon by Joseph Prince. To order a copy of the full sermon, which is approximately 60 minutes long, call the toll-free number at 1-877-769-5433 or log on to josephprince.org now.